Itthon átadták a 3-as metróvonal felújított északi szakaszát. Az Újpest központ és a Dózsa-György út közötti részen az állomások új arculattal, a vágányok pedig új sínekkel és korszerű berendezésekkel várják az utasokat. Tarlós István főpolgármester azt mondta, hogy a rekonstrukció nem csak a vonal műszaki, építészeti és akadálymentesítési fejlesztésére összpontosult, hanem az utazás biztonság növelésére is. A 3-as metró északi szakaszának felújítása 217 milliárd forintba került. Teljesen megújult, egységes utastájékoztató rendszer épült, korszerű ledes világító testeket telepítettek, az utasbiztonság fokozása érdekében kamerarendszer épült ki. Az utazás kényelmét új mozgólépcsők és felvonók beépítése szolgálja. A felújított szakasz Dózsa-György úti állomásán van Szejsz Dániel. Szia! Mikor indul meg a forgalom a teljes útvonalon? Szép napot kívánok! Már reggel óta több változás fogadja az utasokat. Amit érdemes kiemelni, hogy annak ellenére, hogy hétvége van, már üzemkezdettől jártak a metrószerelvények a Kőbánya-Kispest, valamint a Lehel tér közötti szakaszon. Most már a hivatalos átadás megtörtént, úgyhogy előreláthatólag az ígéretek szerint nagyjából kora délután olyan 1 óra magasságában foglalhatják el már az utasok is a felújított útszakaszt, és onnantól kezdve egészen Újpest központtól Kőbánya-Kispestig oda-vissza végig lehet majd utazni a szerelvényeken. Mikor kezdődik a déli szakasz felújítása, és mely állomásokat érinti az majd? Most egy hétig minden rendben lesz, végig lehet járni a szerelvényekkel, ahogy említettem, és a következő etap, a déli szakasz felújítása a jövő hét szombaton kezdődik. Érdemes elmondani, hogy akkor Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest között zárják le a metró alagutakat, és úgyhogy ott majd pótlóbuszok kezdik el szállítani az utasokat. A buszsávokat ott szépen lassan az Üllői úton, valamint a kőbányai régióban is kijelölik a következő napokban, itt pedig a Váci út környékén eltüntetik a buszsávokat, úgyhogy az autósoktól is azt kérik, hogy a következő néhány napban ne megszokásból, hanem nagyon-nagyon odafigyelve vezessenek. Szejsz Dánielt kapcsoltuk, köszönjük szépen!